Kedves nézőink, a közelmúltban ismét városunkban koncertezett Rákász Gergely. Az eseményen mi is ott jártunk. Nagyon kedves visszatérő vendége van a mai estén a belvárosi katolikus templomnak, Rákász Gergely személyében, akit sok szeretettel köszöntünk, és ismét egy fantasztikus koncert elé nézünk. Mi lesz ennek a mostani koncertnek a témája? Bach 330 éve született, mármint hogy a Johann Sebastian Bach 330 éve. Egyébként Handel is, szóval jó évjárat volt ez az 1685, adott két ilyen pasast, akik ennyi mindent alkottak a szépség terén. Úgyhogy tőlük játszom, Vivaldi-tól játszom még a kortársuktól, és hát több olyan elágazása lesz ennek a hangversenynek, ahol földobom majd a labdát a hangverseny közönségnek, hogy na akkor merre menjünk tovább, és milyen darabot szeretnének hallani. Úgyhogy... Főként ők hárman, a barokkorba kirándulunk, de lesz zenetörténeti időutazás is, hiszen fogok mesélni arról, hogy ki mit csinált, milyen ember volt, milyen karakterű. Egyáltalán azt gondolom, hogy ez mind hatással van arra, hogy milyen zenét írtak, úgyhogy ennek megfelelően. És ez is az ön koncertjén mindennapos, tehát egy nagyon-nagyon sokrétű tudást tud az magába szívni, aki eljön erre a koncertre, nem csupán a zenei anyag ismeretét, hanem egy csomó háttértudást lehet ilyenkor felszedni. Ezt ön akkor, annak idején, amikor tanulta, honnan, kitől, honnan szedte? Hát ez nem is annyira akkor, mint ez egy folyamatos tanulás, mert mindig van valami újdonság, ahol hát vagy a tudománytár fel dolgokat a szerzőkkel kapcsolatban, vagy egyáltalán a történelemmel kapcsolatban, vagy egyszerűen csak én bukkanok rá egy jó történetre. Úgyhogy ez egy folyamatos tanulás, és azért gondolom, hogy ez fontos, mert nagyon nehéz manapság reneszánsz embernek lenni. Szóval egyszerre jól érteni, mélyen érteni a költészetet, vagy a festészetet, vagy éppen a zenét. De azt gondolom, hogy a kultúremberben megvan ez az igény, ez az értési igény. Hogy ne csak odaálljon, és akkor megnézze, és azt mondja, hogy tetszik, nem tetszik, hanem hogy értse azt, hogy miért festettek oda olyat, és hogy miért faragtak oda olyat, és miért írtak oda olyan hangot. És valahol az ilyen hangversenyek, hát ne legyenek illúziunk, a kultúrembereknek szólnak. Tehát akár mennyire próbálkoznánk ide becsábítgatni olyan embert, aki nem akar idejönni, nem fog idejönni. És akkor most azt hiszem politikailag korrektül fogalmaztam. Szóval... A kultúremberben bent van ez az igény. Én azt remélem, hogy ma Bachal, Handellel, Vivaldival sikerül majd ezt az igényt táplálni. Gondolom, hogy a Bach darabok azok javarészt eredetiek, de a többi darab az szintén orgonára íródott, vagy átiratoknak is kellett, hogy szülessenek ezzel a koncerttel kapcsolatban? Születtek, Handel vízizenéje például átirat, Vivaldi 4 évszakából a tavasz átirat, de a vízizene is érdekes körülmények között született, mert föltettük a hangszeremet egy hajóra, és hajóztunk Budapest és Passau között, úgyhogy gondoltam, hogy adekvált, ha az ember erre az alkalomra átírja a vízizenét, tehát hogy ne csak a hajózók hallgathassák, ezért most játszom ma este. A 4 évszak tavaszát játszottam már korábban, de most újra gondoltam. És olyan jó ez, mert ez az ember szembesül a saját vétkeivel, hogy mit követett el 6-7 évvel ezelőtt, hiszen hát teljesen más emberek vagyunk, ahogy mondták, hogy az ember kétszer nem léphet ugyanabba a folyóba. Hát ez a művésszel is így van. Mi is megalkotunk valamit, és azt gondoljuk, hogy a lehető legjobbat alkottuk meg, és büszkén játsszuk a közönségünknek, és eltelik 5-10 év, és kiderül, hogy csak foghatjuk a fejünket, hogy hát ezt azért még lehetett volna jobban. Most megint ez a helyzet, hogy azt gondolom, hogy a lehető legjobbat sikerült, ami 2015-ben lehetséges, aztán lehet, hogy fogom majd a fejemet 2025-ben, hogy azért még lehet ezt majd jobban. Bízom benne, hogy megtisztelnek majd nem csak most, hanem majd 2025-ben is. Egy speciális koncert, egy speciális hangszeren. Ez egy nagyon-nagyon érdekes hangszer. Mit kell róla tudni? Mi az, amivel többet tud, vagy máshogy tud, mint mondjuk egy olyan orgona, amit egy hagyományos templomban meg lehet találni? Hát ez egy űrhajó, amit mi ide hoztunk. Aki bejön a koncert, az fogja látni, hogy körülbelül úgy is néz ki, csak a gombot kell megtalálni rajta, hogy szálljon fel, mert hogy 700 féle hangszín van ebben az orgonában. Itt az Ajkai templom orgonájában, ha jól emlékszem, olyan 20-valahány. Tehát
a lehetőségeim ennyivel nagyobbak ennek a hangszernek a kapcsán. Ennek megfelelően tud nagyobb, érdekesebb élményt nyújtani. És ami külön izgalmas, hogy ezt az élményt ezt tudja nyújtani egy kisvárostól egy nagyvárosig. Tehát az, hogy nem kell kompromisszumot kötni, és azt mondani, hogy na, akkor most ebben a templomban nincs igazán jó hangszer, itt csak közepesen jó koncertet hallgathat a kedves hallgató. Abban a templomban meg nagyon jó koncert van, de egyébként abban a templomban meg van 100 másik nagyon jó koncert, mert hogy ott oda mindenki megy a jó hangszer miatt, nincs kompromisszum. El tudjuk vinni ezt a csodálatos műsort bárhová. Most épp ide ma este Ajkára, de aztán indulunk Erdélybe, ahol még nagyobb szegénység van, és még kevésbé vannak jó orgonák. Hiszen ez egy koncertsorozat a mostani. Így van, most Veszprém megye, aztán utána Erdély, utána Vas megye, Nagykanizsával bezárólag, és aztán utána egy nagy produkció következik a nyári fesztiválban Budapesten. Ezen a mostani koncerten kívül számos hangzóanyagon lehet önt hallgatni. Van-e jelen pillanatban olyan CD, olyan anyag, amin dolgozik, és amit majd a közeljövőben tervez kiadni? Ezen a műsoron. Tehát ezek a hangversenyek, ezek már azért vannak, mert művészként az ember meg tudja tanulni a darabot 100%-ig. De az nem elég, hogy itt fönt az ember tudja ezt a darabot, ezt itt bent is tudni kell. És ehhez pedig az kell, hogy játszani, emberek lelkében, emberek örömében megfürözteni ezeket a darabokat, és ezek meg a koncertek. Úgyhogy itt most ez történik, és azt gondolom, hogy fogom érezni, hogy melyik az a pont, amikor már be lehet ülni ezzel egy stúdióba, és el lehet játszani, és lemezt lehet belőle készíteni. De addig hangversenyek vannak belőle, és ez az érési folyamat, mint a jó bornál most történik. Mi lesz ennek a koncertnek a legnehezebb, a legkomolyabb, vagy a legkeményebb darabja? Lehet-e különbséget tenni darab és darab között? Persze. Hiszen van, amikor a baronesz oda megy a zeneszerzőhöz, és azt mondja, hogy hát ő szeretne a kisfiának egy darabot, és írjon már valamit, hogy azon tudjon gyakorolni. És akkor ezért jár 10 tallér. Aztán a következő alkalommal megjön a Jóisten, megérinti ugyanezt a szerzőt, és nem jár érte 10 tallér, de valami más minőség kellett. Úgyhogy ezen a hangversenyen ez Bach C-mol-passzakája és fúgája lesz. Fogok is róla beszélni, hogy micsoda belső minőség ez, micsoda belső tartalom és erő, amit Bach ebbe a darabba belekomponált. És azért érdekes ez, mert az ilyen művek, mint Bach C-mol-passzakája és fúgája, vagy Michelangelo Dávidja, vagy Madács ember tragédiája, ezek mind-mind útválasztóként állnak, nem csak a művészek előtt, de a hétköznapi ember előtt, aki könyvel vagy matekot tanít azért, hogy fizesse a számlákat. Mert az egyik variáció az, hogy úgy éljük az életünket, mint ahogy a legtöbben teszik, hogy választanak valakit, aki még náluk is szerencsétlenebb, ránéznek, és azt mondják, hogy na, én ennél jobb vagyok, és ez elég is. És ez szolgálja ki a kereskedelmi csatornák tömkelege, ezt a nagyon egyszerű igényt. És ott van egy másik ember, aki azt mondja, hogy Bach feltette a mércét, Mikszát feltette a mércét, Márai vagy Michelangelo feltette a mércét, és nekem a saját életemben hasonlóan kell feltennem a mércét, mert ez az emberi. Na, hát ettől a legnagyobb a Bach C-mol-passzakája és fúgája, hogy ez a darab, ez felteszi a mércét, ez erről szól.